Támogatói eljárásokat indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ez azokat a mikrovállalkozásokat érinti, amelyeknél az adóhatóság a rendelkezésre álló és a bevallási adatok között jelentős eltérést talált. Azoknál a vállalkozásoknál is megjelenhetnek a revizorok, akik legalább egy hónapig nem ütöttek be semmit az online pénztárgépükbe, viszont ez alatt az idő alatt is nyitva volt az üzletük. Azokat a vállalkozásokat fogjuk vizsgálni támogató eljárás keretében, akik kötelezettek az online kassa használatára. Ez azt jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 10 000 vállalkozásnak kell üzemeltetni az online pénztárgépet. Ebből a 10 000 vállalkozásból körülbelül 7500-nak van biztosan beüzemelve az online pénztárgépe, és 6400 körül küldenek adatokat. Az e fölött lévő számokat természetesen ellenőrizni fogjuk, tehát azokat a vállalkozásokat, akik folyamatosan nem küldenek, vagy csak ritkán küldenek adatot a NAV felé, mindenképpen meglátogatjuk ennek a támogató eljárásnak a keretében, illetve azokat is, akik egy hónapon belül semmilyen adatot nem küldtek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Hasonló elven dolgoznak a NAV szakemberei az EKR adatokkal is. Az utaztatásos áfacsalások kiszűrésére létrehozott EKR-ben országosan közel 55 000 regisztrált vállalkozás 16 millió szállítmányának adatait elemzik a NAV szakemberei. Fontos tudni, hogy a támogatói eljárás nem egyezik meg az ellenőrzési eljárással. Ha a NAV munkatársai támogatói eljárást indítanak, akkor az érintett cégek képviselői személyes segítséget kapnak a revizoroktól, akik az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt semmilyen szankciót nem szabhatnak ki. A támogató eljárás lényege, hogyha bármilyen jellegű hiányosságot tárunk fel, akkor a revizorok általában segítséget nyújtanak, nem pedig mulasztási bírságot szabnak ki az adózóra. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor meg fogjuk vizsgálni azt, hogy az online kassa pontosan miért nem üzemel, hogyha esetleg hiba az oka, akkor ezt miért nem jelentette be 15 napon belül a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, ahogy ez a kötelezettsége lett volna, és a mulasztásért nem szabunk ki mulasztási bírságot. Ugye az ellenőrzésnek a lényege pedig az, hogy akár 200%-ig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható, hogyha hiányosságot tárunk fel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adózók által üzemeltetett online pénztárgépeken ebben az évben több mint 110 millió nyugtát bocsájtottak ki, 208 milliárd forint összegű forgalmat regisztrálva.